5 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, olyan döntés született, hogy Bábolna várossá válhat. Ezzel a döntéssel Bábolna a 9. lett a Komárom-Esztergom megyei városok sorában. Mégis sokan azt mondják, hogy bár fiatal város, csak pár éve az, de mégis a megyei városok versenyében előkelő helyet foglal el. Vajon igaz ez az állítás? Vajon tényleg sikeres város-e Bábolna, vagy csak néhányan mondják ezt? A beszédében nagyon-nagyon szépen beszélt Bábolnáról, ne szépítsük, dicsérte Bábolnát. Ez csak retorika volt, vagy tényleg így gondolja? Nem dicsértem Bábolnát, én elmondtam, hogy mi történt az elmúlt években Bábolnán. Ami pedig történt, az siker. Igazi Európai Uniós összehasonlításban is egy sikerről van szó. Az, hogy Európai Uniós pályázatokon most már lassan 800 millió forintnál tart a város. Az, hogy megújult a közterei, a körforgalom például, magam is kipróbálhattam, mikor jöttem erre felé. Az, hogy ilyen jelentős támogatást kap helyben a sport, legyen az teke vagy foci, az mind-mind azt bizonyítja, hogy jó úton jár Bábolna. Magyarországnak mennyit számít egy város plusz-mínusz? Tehát az, hogy Bábolna 5 éve város lett, az mennyiben érződik az ország életén? Azt gondolom, hogy érződik, főleg, hogyha egy olyan városról van szó, mint Bábolna. Sok olyan város van Magyarországon, főleg a kisebb települések, amik nem nagyon ismertek más megyékben, nem nagyon ismertek külföldön, de hát van ember Magyarországon, aki nem hallott Bábolnáról. Van olyan ember, akár Közép-Európában is, aki nem tudja, hogy mit jelent az itteni ménes birtok. Azt gondolom, hogy Bábolna egy igazi országos hírű város, és az, hogy csak 5 éve lett város, aztán az bizonyítja, hogy korábban is komoly erőfeszítések voltak, és ezek beértek. Bábolna megpróbálja a hírnevét tovább öregbíteni. Önök mit tudnak tenni azért, hogy mondjuk adott esetben Bábolnának a jó hírét vigyék országszerte, vagy esetleg a határainkon túl is? Nekünk az a dolgunk a kormány részéről, hogy minden észszerű fejlesztési lehetőséget megpróbáljunk finanszírozni. Az a dolgunk, erre használjuk fel azt a nagyon sokat emlegetett 8000 milliárd forint Európai Uniós támogatást a következő, most már csak 5 évben, hogy azok a kezdeményezések, amik helyből érkeznek, legyen az turizmus, legyen az gazdaságfejlesztés, legyen az a város belső tereinek a megújítása, ezekhez megpróbáljuk megtalálni a finanszírozást. Itt egy korrekt munkamegosztás van. A városnak, a polgároknak, a civileknek, a vállalkozóknak az a dolguk, hogy jó pályázatokat nyújtsanak be. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezt támogatást adjunk. Ha ezt így csináljuk, akkor fejlődni fog Bábolna. Államtitkár úr, ön világosban érkezett ide Bábolnára? Nem, sajnos már sötétben érkeztem, de jó a közvilágítás. Úgyhogy láthattam, amerre jöttünk, hogy milyenek az utcák, milyenek az utak, milyenek a terek, milyenek az árkádok a belvárosban. Egyszer jöjjön el világosban, mert nagyon szép, tiszta és nagyon rendezett település. Nagyon köszönöm, hogy itt volt és válaszolt. Köszönöm szépen. Tisztelt bábolnaiak, képviselőtestületünk szeptember hónap végén ülésezett, és ekkor zárt ülés keretében döntött a kitüntetések adományozásáról. Ebben az évben a képviselőtestület egyhangulag úgy döntött, hogy tiszpolgári címet nem ad ki. A Bábolnáért emlékérmet egy intézménynek adományozza. Bábolna város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért, maradandó alkotásáért, a város jó hírnevét öregbító érdemekért a város képviselőtestülete Bábolna Televízió Közhasznú Társaság részére Bábolnáért emlékérem kitüntetést adományozza. Gratulálom! Képviselőtestületünk testületi ülésen döntött a Bábolna városáért díjak kiadásáról is. Ebben az évben Bábolna város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységért, maradandó alkotásáért, a város jó hírnevét öregvítő érdemeiért a képviselőtestület Bábolna városáért kitüntetést adományoz Bogdán Gábor úr részére. Hogy tudja valaki a zenélést, a egyéni zenélést abba adni, és azt mondja, hogy inkább tanítja a gyerekeket?
Melyik a nehezebb? Egyéniben valami nagyot alkotni zenészként, vagy zenetanárként? Hát, hogy melyik a nehezebb, azt nem tudom, mert én mind a kettőt csinálom. Tehát én mindig is nagyon fontosnak tartottam, ne csak meséljek róla a gyerekeknek, hanem tudjam is megmutatni és csináljam is. Éppen ezért is vettem részt nagyon sokféle zenekarokban, együttesekben. És hát a tanítást is mindig nagyon szívesen csináltam. Lehet, hogy nehéz, én nagyon nem éreztem, hogy nehéz lett volna, én mindig nagyon örömmel tanítottam. Szerintem akkor most félreértettük egymást, hogyha csak a szóló karrierjére koncentrál, akkor nincs tanítás. Tehát ön megosztotta a saját tehetségét, és megpróbálta a gyerekeket is tanítani, nem is rossz eredménnyel. Én igazándiból soha nem akartam annyira csak szóló karriert csinálni, hogy csak saját magammal foglalkozom. Én mindig szerettem volna átadni azt, amit én a hosszú évek alatt megtanultam. Mérlegre lehet tenni azt, hogy két CD-jük megjelent, és igen, jó színvonalú CD, vagy az, amikor először szól úgy az együttes, hogy na ez ott van, és tiszták a hangok? Én úgy gondolom, hogy a két CD-lemez, amit annak idén elértünk, az egy-egy mérföldköve volt a zenekar munkájának, és hát igazándiból az mindig csak egy pillanatkép volt, hogy akkor éppen hol tart az együttes, és mindig az volt a célunk, hogy folyamatosan fejlődjünk. Elment innen, és most éppen Gyulán van. Milyen volt az elválás? Hát az elválás az nagyon nehéz volt, és hosszú-hosszú folyamat után döntöttem én nagy nehezen, úgyhogy végül is elválok Bábolnától és a gyerekektől. Ilyen az élet. Tartja azért a kapcsolatot a régi tanítványaival? Természetesen tartom a kapcsolatot. Nagyon sokan keresnek, hívnak telefonon, e-mailezünk, MSN-en most már tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy tényleg szinte napi-heti kapcsolatban vagyok jó pár zenekarossal, illetve volt növendéke. Vannak országos fuvolzenei találkozók. Összefuthatnak esetleg, vagy hogyha Bábolnára kap Gyuláról meghívást, akkor jönni fog? Egészen biztosan, mindig nagyon szívesen jövök Bábolnára, úgyhogy én bármilyen meghívásnak nagyon szívesen eleget teszek, és hát remélem, hogy a bábolnai volt zenekarosokkal még összefutunk egy-két valami országos fuvolzenekari fesztivál, mi is készülünk a gyulaiakkal is, reméljük majd több alkalommal tudunk találkozni. Következő kitüntetettünk Bábolna város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységért, maradandó alkotásáért, a város jó hírnevét öregbítő érdemeiért, a képviselőtestület Bábolna városáért kitüntetést adományoz Csalászló úr részére. Azt hiszem, egy ilyen alkalom után az első mondat az kell, hogy legyen, hogy gratulálok önnek. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy elsősorban a családnak kell én megköszönjem majd, mert az, hogy ezt egyáltalán elérhette az ember ilyen hosszú idő után, az ahhoz olyan háttér kell, mint amilyen azt gondolom, hogy a miénk volt. Én nem is tudtam, hogy önt akár kollégámnak is nevezhetem, mert hogy hosszú ideig ugye az önkormányzati lap főszerkesztője volt. Na, erre az időszakra hogyan emlékszik? Hát köszönöm szépen, nagyon érdekes és szép volt. A médiával foglalkoztam, ebből is van felsőfokú képesítésem, és úgy gondoltam abban az időben, hogy a sport mellett ennek az újságnak egy olyan színvonalas lappá kell fejlődni, amihez esetleg én is tudok segíteni. És hát azt gondolom, hogy azt bizonyítja az az időszak, amikor a fórumot szerkeszthettem, hogy egy olyan jó csapatot tudtunk magunk köré kinevelni, akik azért azóta is viszik, és a lapszínvonal egyre emelkedik. Úgyhogy örülök neki, hogy ebben részt vehettem. Sport, kultúra, közélet, gazdaság, hogy fér bele ennyi egy ember életébe? Hát én azt gondolom, hogy csak arra jut idő, amire az ember akarja, hogy idő jusson. Én 1964-ben, 17 évesen korengedménnyel vizsgáztam, mint labdarúgó játékvezető, és attól kezdve, ha úgy jól megnézem a mérkőzés számokat, akkor ha összeszámolnám, nincs statisztikám igazából, de olyan 1000 mérkőzés körül vezettem. Tehát ha vannak nálam sokkal jobb játékvezetők, nagy nevű játékvezetők, de én azt gondolom, hogy abba az országosan is első lehetek, hogy a legtöbb mérkőzést vezettem. Tehát ebben benne van minden, az ifjúsági mérkőzésektől az országos kerettagságig minden.
De én úgy gondolom, hogy ezt szívvel lélekkel csináltam mindig, és jól esett, hogy még akkor is, hogyha szittak. Korengedménnyel mikor lett borbarát? Korengedménye? Hát végül is nem korengedmény ez, hanem ugye 16 évvel ezelőtt, akkor már Javába Bábolna RT-nél dolgoztam, és jött az az ötlet az akkori szociális igazgatótól, hogy kellene Bábolnán egy ilyen borversenyt rendezni, és ebből a borversenyből fejlődött aztán ki az, hogy most Borbarát Egyesület is tevékenykedik Bábolnán, mint civil szervezet. 10 év múlva remélem ugyanitt fogunk egy hasonló alkalommal találkozni. Akkor miről fog nekem beszámolni, hogy mi az az elmúlt 10 évnek a termése, amit mondjuk egy díjjal jutalmaznak? Hát ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a Bábolna város fejlődjön, az itt élő emberek boldogabbak legyenek, mint jelen állapotban. Hogy ez aztán érni fog-e valamilyen díjat, azt hiszem nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a bábolnai ember jól érezze magát a városában. Én bízom abban, hogy én is hozzá tudok tenni még valamit akkor. Ön komáromi születésű, de egyfolytában Bábolnáról beszél. Szívében most már bábolnai? Igen, ez úgy van, mint a nyelvvel, hogy egy idő után, amikor az ember átáll valamilyen idegen nyelvre, addig nem igazán tudja a nyelvet, amíg nem azon a nyelven gondolkodik. Hát én is így vagyok, és a végére talán azt tudnám mondani, hogy háromféle embertípus van, ugye az, aki bábolnai, az, aki volt bábolnai, és az, aki lesz. Bábolna város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért, maradandó alkotásáért, a város jó hírnevét öregítő érdemekért a képviselőtestület Bábolna városáért kitüntetést adományoz Hantos Péter úrnak. Először is én nekem el kell, hogy mondjam, hogy írtó régóta ismerjük egymást, úgyhogy most tegeződni fogunk. De Péter, jó néhány éves az ismerettségünk, de én még életemben nem láttalak téged nyakkendőbe. Ez valószínűleg az alkalomnak szól, és azt is látom, hogy nagyon meg vagy illetődve. Hát igen, ez természetesen az alkalomnak szól, nem vagyok egy nyakkendős típus. Hát én meg is voltam hatódva, tehát én nem abszolút nem is számítottam erre soha. Életemben nem gondoltam azt, mindig is, hogy mondjam, egy ilyen kicsit ilyen árnyék ember voltam, vagy vagyok, mindig háttérben szerettem és szeretek dolgozni, és nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy mondjuk így hirtelen rivalda fénybe kerüljön az ember. Hát annyira rivalda fénybe kerültél, hogy most én egy kicsit zavarba is vagyok, hogy milyen minőségedben, mint Hantos Péter, a fényképész, újságíró, riporter, operatőr, vagy mint a Bábolnai TV ügyvezető igazgatójával beszélgetek én. Hát valójában egyik sem vagyok. Én a Bábolnai Televízió ügyvezetője vagyok, és ugye a Bábolnai Televízió kapott egy nagyon megtisztelő díjat, de azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az én érdemem a Bábolnai Televízió. Én 6 éve vagyok az ügyvezetője. Az elődeim azok, akik megalapozták ezt a tevékenységet, és a kollégáim azok, akik mondjuk az én irányításom alatt viszik a hátukon ezt az egész dolgot. Ha kell hétfőn reggel, ha kell hétfőn este, ha kell szerda délben, ha kell szombat este, ha kell vasárnap délután. Te mindig ilyen szerény vagy, Péter, mert most azt mondod, hogy mindent a kollégáid javára írsz, pedig te is kaptál egy kitüntetést egy személyben. Hát én tényleg nem szeretném, hogyha ez álszerénységnek tűnne. Engem nagyon megtiszteltek azzal, hogy a személyemet kitüntették. Hát jó, tudom, 83 óta dolgozom, élek itt Bábolnán. Hát valahol mindig is a média közelében éltem, illetve hát ugye a Burgert úgy hívott, hogy én voltam az ő udvari fényképésze 83-tól 90-ig az ő távozásáig. Az egy érdekes időszak volt. Utána is hát folyamatosan dolgoztam én fotósként a médiákban, írni nem írtam, ugye az írás az tulajdonképpen 98-99-től kezdődött el, hogy soha nem éreztem ez különösebb elhivatottságot. A Faragó Pista volt akkor a főszerkesztő, és hát ő kért meg arra, hogy hát akkor csináljunk ilyen közéleti dolgokat is, akkor ezzel indult el a kérdés, és hát ő ugye nem tudta ezt később vállalni, mert olyan komoly elfoglaltságai voltak, és akkor merült fel, hogy akkor vigyem én tovább az újságot. Ez tényleg tulajdonképpen mindent azt hiszem, hogy a véletlennek is köszönhetek. Hát hihetetlen szakmai karriered van, mert 10 év alatt
azt mondja, hogy újságíróból, cikkíróból, főszerkesztő, majd ügyvezető lettél. Mire vagy ebben az időszakban a legbüszkébb, vagy amit az időszak alatt te elvégeztél? Mi volt a legnagyobb feladat? Hú, hát semmiképpen nem a címekre, mert itt felsorolt egy csomó címet, ami cím, én nem, sem újságírónak nem gondolom magam sem, én ugyanúgy végzem a dolgomat, ahogy eddig, csak előfordul, hogy néha mást kell csinálni. Most a médiában, illetve hát a televíziózással foglalkozom, persze mellette fotózom is, mellette hát újság szerkesztéssel, írással is foglalkozom, de hát ezt nem egyedül csinálom, tehát így nem Egyedül ezt nem lehet csinálni, én hogy mire vagyok büszke. Hát nem tudom, így nem gondolkodtam ezen soha, hogy büszkének kéne lennem-e valamire. Nem. Hát azért volt az Zozó című filmetek, amit itt is kiemeltek, ami ugye külön díjas film lett. Jó, hát az sem az enyém, mert azt végül is, aki vágta, aki az operatőr volt, én tulajdonképpen az ötletgazda voltam, és talán egy ilyen rendezőként szerepelhetek benne. Instruáltam a kollégákat abban, hogy mit csináljanak a munkák során. Ennyi volt az én tevékenységem, nem több. És erre tényleg büszke vagyok, szóval nekem tényleg nagyon furcsa volt olyan közismert arcok között ott lenni a Média Hungária díjkiosztóján, hogy hát milyen, nem tudom, teljesen ismeretlenek voltak, és ami a legfurcsább volt, hogy a Magyar Televíziónak az adásában, amit erről összefoglalóként készített, pont az én arcomat jelentették meg egy ilyen reklámspotként, és fölhívták otthon a fiam, ott vagy apu, hát Jézusom, mit keresek én ott? Hát gondolom, hogy egy ilyen ismeretlen arcot kiszúrtak a résztvevők közül, és hát nekem ez is nagyon furcsa volt, én nem... Te voltál a vágókép. Péter, mindenkitől, minden díjazottól megkérdeztem, hogy 10 év múlva szerinte mire fogunk visszaemlékezni a elkövetkezendő 10 esztendőből. 10 év múlva milyen tévét látnak a bábolnaiak? Hát remélem, hogy a korszínvonalának megfelelőt, illetve hát én igazából soha nem szerettem alkalmazkodni a rendkívüli korabeli trendekhez, tehát most én szeretek jobban elrugaszkodni a kereskedelmi televíziós stílustól, nem vagyok híve ennek, nem is szeretném. Én azt gondolom, hogy az itt élő embereket kell kiszolgálnunk, az ő igényeinek megfelelően kell műsorokat szerkesztenünk természetesen, betartva televíziós rendeket, tendenciákat, amelyek azért valamelyest kötik a televíziós szakembereket. Utolsó kérdésem, és most nagyon gonosz leszek. Milyen volt most neked a mikrofon végén állni? Hú, hát igen, ez az Akasszák a Hóhér című fejezet. A másik felén jobb szokott lenni. Bábolna város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységért, maradandó alkotásáért, a város jó hírnevét öregítő érdemekért a képviselőtestület Bábolna városáért kitüntetést adományoz Popovics György úrnak. Agrárszakemberként kezdte, aztán gazdasági vonalon tevékenykedett, a közéletpolitika is ide tartozik, aztán sakkversenyt, pünkösdi kerékpárverseny, gyerekfocit szervezett és egy alapítvány. Melyikre a legbüszkébb? A 3 gyerekre, aki fölnőtt velünk itt Bábolnán. Ez teljesen rendben van, ez teljesen érthető a tevékenységei közül. Mi az, ami a legjobban a szívéhez kötődött, vagy egyáltalán lehet-e választani? Hát nagyon érdekes dolog ez, mert gondolkodtam, hogy ha ott valaki még szólt volna, és mondta volna egy beszédet, és akkor mit mondtam volna. És hát tényleg mögöttünk van itt Bábolnál 20 év, abból 18 munkával és politikával együtt, és gondolkodtam, amikor megtudtam, hogy meg fogom kapni ezt a díjat, hogy miért kaphattam. És ez egy érdekes, furcsa dolgokat produkál az élet, mert ugye, ha a korábbi tevékenységeimet nézem, akkor azt mondhatom, hogy ez váratlan. Ha a mait, ami most a Bábolnán ez a gyereklabdarúgás, akkor meg azt mondom, hogy talán túl korai. Tehát, de hát így együtt kaptam ezekért, és én mindegyikre büszke vagyok. Különösen arra, hogy én hosszú ideig képviselő lehettem itt Bábolnán,
és az egy olyan szép időszak volt, amit az ember nem felejt, még akkor is, hogyha ez most már lassan több ideje nem vagyok képviselő, mint amennyit voltam. Felkarolta a gyerekeknek a sport életét. Ez elsősorban azért volt, mert ön sportolt fiatalabb korában, vagy mert a három gyerekén látja, hogy mennyire fontos a sport? Hát én sportoltam, de nagyon rossz focista voltam. Tehát a téren rúgtuk a labdát éjjel-nappal, de nem fértem be Esztergomban a városi csapatban, még be se válogattak, hogy járhassak edzésre. Szerencsére az én fiam az járhat edzésre itt Bábolnán, és hát tagja a sedlő csapatnak, de a ő támogatásuk nem családi okokból való, hanem elsősorban a gyerek labdarúgásban látom azt a lehetőséget, ami itt engem megfogott, és én szeretném ezt csinálni. Akkor ezek szerint ön még bízik a magyar fociban? Én a más szerepét látom a labdarúgásnak. Tehát talán nem is, nekem nem is a versenysport a legfontosabb. Nem is kívánok talán sportvezető lenni, hanem inkább annak örülök, hogyha például egy gyerek az iskolában égedelem, és tudom, hogy sok probléma van vele, és kijön a sportpályára, és 100 cm, és fölmászik a nagyobbnak a hátára, és esetleg a hátán viszi a csapatot a győzelemig. Én nekem ez a fontos meggyőződésem, hogy a mind a jobb, mind a rosszabb képességű gyerekeknél a sport és a foci az rengeteget tud adni, nem csak erőnlétben, és nem csak szellemben, hanem régi szóval élve kollektívában, összetartásban is, ami ma hiányzik. Én nagyon remélem, hogy össze fogunk tudni kovácsolni a gyerekfocisták közül egy olyan társaságot, ami nem csak a szülőkből, meg nem csak a gyerekekből áll, hanem mélyebben merít a bábolnai társadalomból. Gondolok itt az iskolákra, a régi sportolókra, egyáltalán mindenkire, akit ez érdekel. Én tudom, hogy ez hosszú idő. Magyarországon az a probléma, hogy a labdarúgásnak elveszett a presztízse. És Bábolnán ez hatványozottan igaz, és az alatt az idő alatt, amíg a labdarúgás lefelé ment, az alatt fölemelkedtek pazar jól teljesítő tevékenységek. Gondolok itt például a néptáncra, a zeneiskolára, amik ugye a kevesebb gyereknél mind ugyanazért versenyeznek. Nekem az a célom, hogy a gyerekek mind a kettőt csinálhassák egymás mellett, és ha lehet, akkor ezt mindenki támogassa. Mert hogy kell egy csapat? Nagyon szépen köszönöm. Még szeretnék valamit mondani, hogyha lehetséges. Mégpedig azt szeretném elmondani, hogy én megkaptam most ezt a díjat, de igazából én úgy gondolom, és tényleg köszönöm a bábolnaiaknak, hogy megkaphattam ezt a díjat, én úgy gondolom, hogy ezt öt felé kéne osztani, és ezt az öt részét én azoknak ajánlanám, akik ezekben a nehéz időkben kitartanak, és mondom az ötöt, a család, a munka, a politika, a kultúra és a sport területén a tevékenységükkel maradandót és értékeset tudnak alkotni. És végül, de nem utolsó sorban az ötödik kitüntetettünk. Bábolna város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységért, maradandó alkotásáért, a város jó hírnevét öregbítő érdemekért a képviselőtestület Bábolna városáért kitüntetést adományoz Slánic Béla úr részére. Én most idéznék önnek a életrajzából egy mondatot, hogy településünk közélete mindig számíthatott józan, megalapozott, nagy gyakorlati és emberismereten alapuló véleményére, javaslataira, amelyet az önkormányzat különböző bizottságaiban is hangoztat. Ez egy nagyon szép mondat, hogyha valaki azt mondja, hogy ennyire megbízható, jó emberismerő és higgadt. Hogy értékeli ezt? Hát nagyon örültem ennek a megfogalmazásnak. Én magam is ilyen hitvallás szerint élek, ilyen a gondolkodásom, a közélet mindig benne volt a gondolkodásomban, és azt a tapasztalatot, amit az életben összeszedtem, mindig emberekkel dolgoztam, és ez nagyon nagy hasznomra vált. Ezt próbálom átadni a közösség javára.
Ugyancsak itt az életrajzában volt az, hogy ön nagy építő. Minden értelemben, a családi háztól az aranypatkóig, a közéletnek a átvitt értelembe vett építője. Hát azt gondolom, hogy az életet az építészet viszi előbbre, az alkotás, tehát nem csak az építészetben alkotok, hanem nagyon sok fát ültettek a jövőnek, tehát én azt gondolom, hogy abban van a bizodalom és abban van a jövő, ha valaki alkot. Tehát én az alkotásban látom az élet értelmét, és azt látom, hogy az viszi előbbre az életet, és ennek a hitvallásnak élek. Mi lesz az az alkotás, amit mondjuk a következő 10 évben láttunk öntől, mondjuk merre fele lehet elmozdulni? Hát továbbra is a gazdasági életben azért tevékenykedni szeretnék, és szeretném ezt a tudást, ezt a tapasztalatot átadni a jövő nemzedéknek, az unokáimnak, és próbálok többet törődni a családdal. A Posta Világnapja alkalmából a bábolnai helyi posta dolgozóit minden évben köszönteni szoktuk. Ez ebben az évben mai nap volt, ma reggel. A posta dolgozói, a helyi posta dolgozói egy nagyon kellemes meglepetéssel szolgáltak. Reggel nekem átadták azt az üzenetbélyeget, amit az 5 éves Bábolna város évfordulójára készítettek el, Bábolna logóval ellátva. Nagy valószínűség szerint az önkormányzat ebből fog rendelni, és el fogja juttatni a település lakosaikhoz ezt az emlékbélyeget, annak megőrzésére, hogy ebben az évben lettünk 5 évesek. Köszönjük szépen a Magyar Postának, és természetesen a helyi posta dolgozóinak is ezt. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, ünnepeljenek együtt velünk, és ahogy mondtam, szükségünk van mindannyiukra, nekem is, a képviselőtestületnek is, a polgármesteri hivatalnak is, hisz aki, mi mindannyian azért dolgozunk, hogy a település fejlődjön, de ehhez szükséges az önök segítsége is, mindannyiuk segítsége, kérem tegyék ezt a továbbiakban is. Isten áldja Bábolnát és mindannyiunkat. Köszönöm szépen! Asszony, 5 éves a város, és most volt egy ünnepség, ennek a záró eseményén vagyunk most éppen itt. Arra kérem, hogy erre az 5 évre egy ilyen szubjektív visszaemlékezést, hogyha megtenne. Mi volt önnek a legfontosabb, mint polgármesternek és mint magánembernek ebben az 5 évben? Ugye 2003. júliusa volt a döntés, és 2003. októberében avatta városrá Szili Katalin elnökasszony Bábolnát, ami egy tényleg nagy ünnepség volt, és nagyon sokan emlékszünk rá, hisz nagyon szép volt. Azóta sok minden változás történt. Bábolnán történtek pozitív változások és negatív változások is. Először pozitívval kezdeném, ugye mindig a jobbal kezdi az ember, és a jóra emlékszik inkább vissza. Történtek előrelépések az intézményeink felújításába, óvodába, iskolába, pályázatok útján sikerült előrelépni, sikerült a körforgalmat megépíteni, tehát a belvárost, a Bábolna központját megújítani, a sporttelepet felújítani, műfüves pálya épült, útjaink egy részét bitumenezéssel felújítottuk, tehát előbbre léptünk. Igaz, hogy ezek olyan dolgok, amik az embernek megszokottá válnak egy idő után, és észre se veszi az ember, észre se veszik a település lakosai, azt mondják, hogy hát itt nem történik semmi. Nagyon sok rendezvényt bonyolítottunk le ez alatt az 5 év alatt, és próbáltunk olyan rendezvényeket bonyolítani, amelyennek során mindenki megtalálja maga érdeklődési körébe tartozót, hogy ez hogy sikerült, ezt megint csak a település lakosai tudják mérni és visszajelezni. De ahogy a legutolsó kukoricafesztivál, ami szintén a 10. volt, annak a visszajelzései mind pozitívak voltak.
Voltak negatív dolgok, ez a negatívumok, főként a gazdálkodással, ez a bábolna adófizető cégeinek gazdálkodásával, illetve sajnos az önkormányzat gazdálkodásával függenek össze, mert ránk is kihat ez. Ugye a legnagyobb mezőgazdasági nagyüzem végelszámolásba fordult, aztán újra működőképessé vált, és sajnos ebben az évben felszámolásba fordult. A korábbi költségvetési főösszegünk, ami 800-900 millió forint körül volt, az sajnos ebben az évben is, mint ahogy az elmúlt évben is, 670-700 millió forint körül van, ami azt jelzi, hogy az infláció ellenére, illetőleg a bérek növekedése ellenére nem tudott tovább nőni, hanem éppen negatív irányba mozdult el. Tehát mi kevesebből próbáljuk ugyanazt a szintet, színvonalat fönntartani, amit a lakosság korábban megszokott. Ezt tesszük is, csak éppen a felújítások és a beruházások rovására, és éppen azért van az, hogy minden pályázatot, ami lehetséges, arra pályázunk, és dolgozunk rajta. Így például ebben az évben ugye sikeresek voltunk a könyvtár felújítással, teljes körű könyvtár felújításunk van, elkezdtük a szabadidőközpontot, ahol hamarosan tetőcsere lesz, és a jövő évben, meg az azt követő évben befejezzük, mert soha nem lesz annyi pénzünk, hogy 60-80 millió forintot tudjunk fordítani saját bűcséből a szabadidőközpontra. És sikeresek lettünk egy Európa Uniós projekten, és 214 millió forintot nyertünk az általános iskola felújítására. Ez egyrészt az új épületben egy multifunkcionális művészeti szaktanterem kialakítása, és ez már a jövő tanév kezdetére kész lesz és működni fog, és megújul a régi iskola teljes körű felújítással, négy új tanterem építésével, ahol informatikai és művészeti nyelvi szaktantermek fognak kialakulni, ahova beköltözik a Bábolna TV is, és a médiaoktatás, informatikai oktatást fogja segíteni. Tehát ez pedig 2010 őszére fog megépülni. Tehát ezek olyan jelentős előrelépések, amelyeket pályázati pénzzel tudtunk csak megoldani. Két jelentős pályázatunk van még folyamatban, egyrészt az egészségügyi központ épületének teljes körű megújítása, valamint a polgármesteri hivatal környékének karbantartása, megújítása, Európai Uniós szabványnak megfelelő játszótér kialakítása. Tehát léptünk előre is, meg egy kicsit hátra is, de én úgy gondolom, hogy igazából összességében még mindig a településünk fejlődik, jónak mondható itt az élet. Tudom, hogy vannak az embereknek napi gondjaik, ezen az önkormányzat próbál segíteni, de sajnos mi mindenben nem tudunk, hisz az emberek saját magukért is felelősek. És igazából itt térnék rá arra, hogy mi is történt velem ez alatt az 5 év alatt, mert hát azért polgármester is vagyok, de hát azért csak-csak magánszemélyként is történtek velem események. Ugye egyrészt történt velem is pozitív dolog is, meg negatív dolog is, mint ahogy a legtöbb emberrel történik. Ugye történtek a pozitív események, hogy a lányaim megnőttek, ma majdnem akkorák, mint én vagyok, sőt, hát a nagyobbik az akkora is, és igazából most lesz végzős, itt a 8. osztályban, tehát a pályaválasztás előtt állunk, de ez megint csak egy öröm is, hisz látszik, hogy egy évek múlnak és fejlődik a gyerekünk. A másik, hogy a kisebbik pedig elment a 6. osztályos Révai gimnáziumba, mert tudás alapján felvételt nyert, és erre nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor ugye 2004-ben 3 tagú családdá váltunk, tehát mit maradtunk családfő nélkül, és így éljük tovább az életünket. Most már a családfő is én vagyok. Valószínűleg talán tudom ezt is teljesíteni, mert ezen a nyáron már a lányok is úgy voltak, hogy egészen jól funkcionálunk mi így hármasban. Tehát az a negatívum, ami akkor történt, az most már átcsapott pozitívumba, és egészen jól érzem magam. Én így is. Nem fogalmaznám azt, hogy magányos vagyok, mert egyáltalán nem vagyok magányos. Társam is van az életben, az, hogy ez nem jelenik meg a közéletben, ez teljesen természetes megtartom, mert nem szükséges. Én jól érzem magam így. De természetesen az, hogy én jól érzem magam így, meg hogy a település is fejlődött, ez szükség volt arra, hogy a nagy közösség, aki a település fejlődését segíti, meg a kis közösség, akik az én barátaim, azok segítettek mindig abban az adott időpontban, amikor valami problémám volt, akár települési szinten, akár bánatom magánemberként, meg tudtak velem örülni az örömökbe is. Hát most nagyon sokan örültek együtt az ön örömével, mert teljesen tele volt ez a színházterem, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok embernek fontos az, hogy 5 éve Bábolna városnak nevezhetjük Bábolnát. Igen, én nagyon örültem, mert ilyenkor, amikor szervezünk egy eseményt, akkor mindig félünk attól, hogy hány ember tudunk megszólítani, hányan fogadják el a meghívásunkat, hányan jönnek el. És ez most tényleg nagy öröm volt, mert sokan voltunk.
sokan voltunk együtt, és sokan tudtunk ünnepelni, önfeledten tudtunk ünnepelni mindegyik ember örömének, aki kitüntetést kapott, tudtunk örülni annak, hogy a Bábolna TV-t az önkormányzat elismerte a munkáját, és az én véleményem szerint kihallatszott a tapsokból is, hogy ki az, akit elismer, akit szeret ez a közönség, és ez nagyon jó dolog volt hallani és látni. És igazából én azt is kiéreztem, hogy az itt ülő emberek, és remélhetőleg majd ez a települési beszélgetések során, a napi beszélgetések során tovább fog terjedni, és büszkék arra, hogy vannak olyan emberek, akik viszik ezt a települést a vállukon, akik példát mutatnak, akik végzik a munkájukat szó nélkül a mindennapokban, és büszkék a településükre is.